Az óvodásoknak és általános iskolásoknak szervezett vetélkedőnek első alkalommal adott otthon Törökbecse. A szabadtéri színpadon 48 csoport mutatkozott be. Bácskai gyermekjátékokkal elsőként a Péter Évei Tisza Mente közművelődési és népművészeti egyesület Pöcögők csoportja mutatkozott be. Azért szeretek táncolni, mert pántlika van a hajamba, befonják a hajamat, szeretem a zenét. Az Óbecsai Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Csibész Tánc Együttesének fiatalja is örömmel készültek a bemutatkozásra. Somogyi ugrós táncoltuk, és nekünk az volt a feladatunk, hogy a fiúkat csúfoljuk. Csúfolódás közben táncoltunk. Az volt a feladatuk a fiúknak, hogy pecázzonak. A Törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület három csoporttal mutatkozott be, köztük volt az Apróka Tánc Együttes is. Kisegítettem a csoportot, mert lányhiány van, ezért nagyon fura volt, hogy most szaladgáltak körülöttem egy pár próbán, és most már velem táncolnak. A rendezvény társszervezője ezúttal a Törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület volt. Ez egy főpróba, vagy előjáték a Gyöngyös Bokréta Durindó rendezvényre, ami szeptember 25-én, 6-án fog történni, ugyanezen a helyszínen. A kőketáncon idén nem került sor minősítésre, azonban a csoportok produkcióit háromtagú magyarországi szakzsűri véleményezte. Kőketánc az tulajdonképpen azt biztosítja, hogy egészen kicsi kortól a korlátlanul bemutatkozhatnak az emberek, tehát a legkisebbeknek van egy kőketánc, egy szójsíp, aztán jön a középiskolások vetélkedője, majd pedig a durindó és egy gyöngyösbokréta, tehát így ezt a népzenei, néptáncos vonalat teljesen lefedjük. Az idei kőketáncra 30 vajdasági településről mintegy 900 gyermek 200 kísérővel érkezett.